Minden év októberre a Merrák elleni kampány hónapja. A kampány első napján október 1-én ünnepeljük a Merrák elleni küzdelem világnapját, melynek alkalmából világszerte nők milliói hívják fel a figyelmet a betegségre. Már a harmadik alkalommal szerveztem meg a Karcagi Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési irodája, lelki egészségközpontja azt a sétát, amellyel az október 1-i világnap alkalmából, hiszen október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja, tehát ebből az alkalomból szervezik meg immár hagyományosan azt a sétát, amely egyfajta figyelemfelhívás a merrák elleni küzdelemre. Ugye tudjuk, hogy október maga a merrák elleni küzdelem felhívásáról, az elleni küzdelemről szól az egész hónapban. Különböző rendezvények hívják fel erre a figyelmet. És azt gondolom, hogy sajnálatos módon föl kell hívni az emberek figyelmét, hiszen még most is 30-40 ezer megbetegedést regisztrálnak éves szinten Magyarországon. És ami külön megdöbbentő, és ugye ebben a csoportban is elsősorban hölgyek vettek részt, de nem csak a nőket érinti, hanem a férfiakat is egyre inkább. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van az ilyen figyelemfelhívó akciókra, és én ezt nagyon köszönöm az irodának, hogy immár harmadik éve megszervezik, hiszen föl kell hívni a figyelmet, oda kell figyelni, egymásra is elsősorban, és el kell menni azokra a szűrővizsgálatokra, amelyek megelőzhetik ezt a betegséget, ennek a betegségnek a kialakulását, és egy sajnálatos olyan lefolyását, amelyet azt gondolom, hogy egyikünk sem kíván. Évente nagyságrendileg 33 ezer rosszindulatú daganat okozta haláleset történik hazánkban. Rosszindulatú emlő daganat következtében évente pedig több mint 2000 nőt veszítünk el. Miközben az időben felismert betegség esetén nagyobb a gyógyulási esély. 1985 óta a merrák elleni küzdelem jegyében arra hívják fel a figyelmet a Rózsaszín október nevű kampányban, hogy a szűrések és a betegség korai felismerése életeket menthet. Hazánkban a nők körében az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés az emlőrák. Évente mintegy 5-6 ezer emlőrákkal diagnosztizált beteget fedeznek fel. Az időben felismert betegség azonban gyógyítható, ezért elengedhetetlenül fontosak a preventív jellegű szűrővizsgálatok. Erre is felhívták a figyelmet a sétán résztvevők.